Jelentősen megnőtt a hűtő-fűtő klímák iránti kereslet, mert sokan szeretnének átállni erre a gazdaságos megoldásra. Van olyan kereskedő is, aki a tavalyi mennyiség tízszeresét adta el. Egy középkategóriás klímát 300-350 ezer forintos áron lehet készre szerelve beszerezni, ami alig drágább, mint 10 köbméternyi hatósági áras tűzifa. Ennél a klímákat forgalmazó és telepítő balassagyarmati cégnél idén jelentősen megnőtt az érdeklődés a készülékek iránt. A tavalyi évhez képest nagyjából megtízszereződött a forgalom munkalakossági szektorban, köszönhetően annak, hogy a klímaberendezések az 1 kW felvett teljesítményből 3,5 kW leadott teljesítményt tudnak csinálni. Kisebb vállalkozások is próbálkoznak az energiacsökkentéssel. Ezeken a helyeken tudunk telepíteni ilyen gazdaságos berendezéseket. Jelenleg a nagyobb cégeknél még nem tapasztaljuk, hogy átállnának erre a fűtési rendszerre. Az ország nagy részén másfél hónaptól fél évig terjedő határidővel vállalnak klímatelepítést a szerelők. Aki most rendeli meg a berendezést, jó esetben a fűtési szezon felét már olcsóbban megúszhatja. Jobban megéri klímával fűteni, hiszen minden klíma egy hőszivattyúnak minősíthető, sőt lehet rá hátarifát kérni, mert azt jelenti, hogy majdnem fél áron kell az áramot fizetni utána. Ebből következik, hogy sokkal hatásosabb, mint bármilyen vegyes tüzeléssel, vagy bármilyen gázzal. A klímák mellett a hátarifa iránt is jelentősen megnőtt az érdeklődés. A szerelők ugyanakkor azt mondják, hogy a villanyóra szekrény továbbra is hiányzik, pedig nagy rá az igény. A szerelés az lehetne megoldott, hogyha lenne szekrény, de mivel nincs szekrény, azért sajnos nem tudjuk megcsinálni se időben, úgyhogy várunk. A várakozó lista az nagyon sok, nagyon sokan akarnak mostanában hátarifát. Az ajánlatok alapján egy jó hatásfokkal működő klímát annyi pénzért is be lehet már szerezni, mint 10 köbméter hatósági áras tűzifát. A különbség annyi, hogy a beüzemelt klímát később már csak be kell kapcsolni.